Veterán autók és motorok bemutatója Vicán. Nagy Olivér szervező elmondta, idén második alkalommal sikerült bemutatni a különleges 2- és 4-kerekű járműveket. Hogyan állt össze ez a rendezvény ismét? Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom azt, hogy a Vicai második veterán autó és motor találkozó hogyan állt össze, hogyan épült fel. Ugye én elmondtam előző adásban, hogy effektíve az ötletgazda nem én vagyok, hanem Szabó István, újdonsült barátom és annak párja Hajnak, akik a Vicai Presszót kocsmát üzemeltetik. Ugye az ötlet önálluk, vagy őtőlük szerveződött. Hát az anyagi része a Vicai Veterán Autó és Motor Találkozónak úgy épült fel, ugye, hogy egyszer voltak a képviselői felajánlások, ezt külön megköszönöm a képviselőknek, akik adakoztak, most név szerint nem említem őket, mert elég hosszú lenne a lista, tudják, kiről van szó, kikről van szó, ezt külön köszönjük. A másik az, hogy hát helyi vállalkozók is kivették a részüket a felajánlásból, és a másik, amit legfontosabb megemlítenem, hogy a hétköznapi dolgos munkás embereknek az adakozásából jött össze. Tehát itt gondolok olyan emberre, aki napi szinten 8-10-12 órát dolgozik a szalag mellett, kicsit be tudja osztani a pénzt, 10-20-25 ezer forintot az ilyenfajta ember is felajánlott. Tehát effektíve ők voltak többségbe, és ugye a pénzügyi hátteret Isten igazából így együtt teremtettük meg adományokból. Honnét érkeztek a veterán járművek? Hát a veterán járművek azok általában, vagy hát többnyire a környékből érkeztek. Én külön örülök a Vicai tagoknak. Ugye itt is vagyunk, hála Istennek, jó páran. Valaki autóval, autókkal rendelkezik, valaki motorokkal, valaki traktorral. Ugye 2-3 traktor is érkezett, sőt 4-5 is érkezett a faluból. Azt külön megköszönöm, mert szerintem a traktorok az egy érdekes színfoltja ennek a veterán találkozónak. Hát azt lehet mondani, hogy Tétről is érkeztek, már akikkel tudtam beszélgetni, Fertőd környékéről, Kenyeriből, ugye a Rudi Csaba által szervezett csoport tagja is képviselték magát. Meg hát azt lehet mondani, hogy hát innen ebből a szűk régióból effektíve, de mondom, Tét, Győr, Csorna, most nem említem a kisebb falvakat, de annyit tudok az, hogy a Bakony mellől is érkeztek motorosok hozzánk, ugyanúgy, mint tavaly. Ugye Beleden a Globus napon is nagy sikerű a veterán autó, veterán motoros bemutató, ott is részt vesz szervezőként. Vicán is akkor elindult ez a folyamat. Miért fontos önnek, hogy be tudják mutatni a valamikori jól működő és most is természetesen működő 2-kerekűeket, 4-kerekűeket? Hát ugye ez én számomra ez azért fontos, meg hát a másik, vagy hát a hasonszörű emberek számára persze fontos. Én mindig azt szoktam mondani, teljesen mindegy az, hogy az a technikai dolog, amit az ember birtokol, milyen állapotban van, mennyi idős veterán, persze már akkor van létjogosultsága odajönni effektíve, de ugye sokan mondják, már nincs lefestve, meg vihar vett, teljesen mindegy, mindenki megnézi. Ez egy, most nem azt mondom, hogy ezek nagy számok, ezek a technikák, de egy ipartörténeti mérföldkövek, kicsit kiszáradtam. Ezek hozzá tartoztak ahhoz az, hogy a mai technikai színvonal ott legyen, ahol van. Ugye én is 1944-es motorral képviseltem magamat, meg itt van mellettem az a DKV, az 1954-ből. Tehát ha ezek nincsenek, akkor ugye ezek a mai motorok nincsenek. Már nincsenek. Mert hát ezt ugyanúgy be kellett építeni a láncszembe ennek a technikai megoldását, mint teszem fel a legújabb motoros modellba. Nekem az egy kicsit visszataszító, vagy úgymond sérelmezem azt, hogy az ember szervez valamit Beled Vica környékén, és azt lehet mondani, hogy a hétköznapi embert ugye nem tudjuk megmozgatni. Gondolok itt erre a veterános találkozóra, gondolok utána rögtön karatésokkal szerveztük a sportnapot, a bemutatót. Hát ott is ugye nagyon kevés volt a civil érdeklődő, mindegy. A másik az, hogy a magyar társadalom szerintem még nem nőtt fel ahhoz, hogy ezeket a régi járműveket ebbe a rohanó világba elviseljék az ország úton. Mert például amikor a felvonulás zajlott, ugye zárt alakzatba megyünk, kellő követési távolság, farkashog,
motorosnak nem kell lemecsetelni. Rábaírom, megelőz bennünket az úriember ausztriai rendszámos autóval, beáll közénk. Most nem tudom, hogy nem ér rá, vagy siet, vagy nem tudom. Én azt mondom, hogy ebben még a nyugatot nem értik utol, ebbe se. Gondolom kell egy kis idő, hiszen a különböző bemutatók, tehát veterán jármű és autó bemutatók is néhány évre, talán évtizedre tekintenek vissza, de nagyon fontos, hogy jelen vannak, hiszen ön említette, mérföldkövek ezek a járművek. Itt a Vicaiból ki tudná emelni a járművet, ami az ön számára is érdekes volt? Hát Isten igazából én mindig azt mondom, hogy minden embernek a maga járműve a legfontosabb. Legyen az alsóbb kategóriás, tehát mind technikai adottságból kiindulva, vagy anyagi oldalát nézve, de ide lehet jönni több millió forintos motorral, de nyilvánvaló, aki 100 000 forintért vette a rigát, mondok valamit, és ő arra súlyos órákat rákölt, annak nyilvánvaló az a legfontosabb. Hát most Isten igazából a magyar motorok ugye képviselték magukat, hát a legöregebb motor az enyém volt, nem akarom favorizálni magamat, mert távol áll tőlem. Mennyi idős ez a motor? Hát 1944-es ez a Wehrmacht modell, amit már ugye jó párszor bemutattál. Azt az annó német regulális hadsereg használta a II. Világháborúban, ugye az több évnyi munka után sikerült összehoznom ebbe az állapotba. Meg amit kiemelnék, azok a traktorok. Ugye én életemben nem is hallottam, szégyellem, nem is hallottam mondjuk benzinüzemű, benzinmotoros traktorról. Most a Gyula barátom Kapuváról hozott ki két traktort. 1950-es évek elejét képviselték ezek a traktorok, és az 4 hengeres benzinmotorral működött, sőt, volt rajta egy úgymond állapot kapcsoló vagy váltó, még petróleummal is el tudott menni. Tehát számomra ez kuriózum. A másik az, hogy ki kell emelnem a helyi mezőgazda vállalkozó ismerősemet, a Kesik Péter, ő például egy 1 hengeres rába kis traktorral jött ki, ami ma már szintén kuriózum, mert ugye az én korosztályom tudja azt, hogy 30 évvel ezelőtt micsoda szó volt az, hogyha valakinek 1 hengeres rába kis traktorja van, hát őt sikerült rábeszélnem, hogy jöjjön ki, és megtisztelte a rendezvényt, kijött. Ugye a veteránusok az egy zárt közösség valamilyen szinten, tehát olyan emberek tartoznak oda, akik tényleg nagyon szeretnek gépjárművet újjalakítani, rekonstruálni, és ehhez természetesen tudás is kell. Ön hogy látja, milyen tudásra rendelkeznek most ezek az emberek? Tényleg össze tudják rakni ezeket a gépeket, vagy külső segítséget kérnek? Hát ugye itt mindig felvetül az a kérdés, hogy oké, 9 óra 30-kor van a kezdés, délben nagyjából az ebéd, hogy ott van 2-3 óra luft, mit csinálnak a veterános kollégák? Mondom, ne aggódjatok, ők megtalálják egymást, feltalálják magukat, mindenki, Isten igazából rövidre zárom, órákat tudnánk szakmaizni, úgymond, tehát én is kérdeztem kollégáktól, hogy mi a véleményed, mert olvastam erről a problémáról, mondjuk egy főtenger szimmering problémáról, hogy a motor lehörög, úgymond fölpörög magától. Olvastam, de a 20-valahány éves motoros pályafutásom alatt nem tapasztaltam ezt a problémát. Én mindig azt mondom azt, hogy ott van a személyes kontakt, nyugodtan lehet kérdezni a másikat, abból még baj nem származott. Én a mai napig kérdezek, nem szégyellem, kérdezek. Van egy témakör, amiben megsüllyedek, megakadok, akkor előveszem kélek szépen az 50-es, 60-as években nyomtatott szakkönyveket, utána olvasok. A másik ugye, ami ma már nem kunst, az internet világában ugye minden is fenn van a neten, a Google-n, a stb. Vannak ilyen külön csoportok, ahol mennek ezek a szakmai tapasztalatoknak a megosztása, lehet kérdezni, válaszolnak. Én mindig azt mondom, hogy egy normális veterános ember ilyen, tehát megosztja a tudását. Tehát a bemutató mellett, amit a külső szemmel láthat, hogy milyen szépen össze vannak állítva, rekonstruálva lettek, akár a 80 éves gépjárművek is, motorok, a találkozó közösség az nagyon fontos dolog. Hát így van, ugye, hát ez, ahogyan mondtad, ez egy, Isten igazából egy zárt közösség képet mutatja, de azt tudod azt, hogy a motoros, az például mindig adakozóbb. Az majdnem olyan ember, főleg a modern motoros, aki modern motorokat használ, hogy a legutolsó 1000 forintját is odaadja, mert beszélgettem itt emberekkel, hogy belépés a rendezvényünk, kaját biztosítunk, de pénzért, de egy az egybe az egész pénzbevétel az fel van ajánlva, hol ennek, hol annak. Ugye ezt ők meg tudják csinálni, mert
klub vagy egyesületként működik. Ugye ez meg teljesen civil emberek által szponzorált rendezvény volt, ugye ez más elbírálásba, más kategóriába tartozik. Lesz folytatás itt Viccán 2024-ben? Hát mindenképpen szeretnénk mellette ugye vinni a beledi Globusnapot, remélem, hogy nem apad el az se. Hát a Viccai ugye meg még nagyon az elején van, ez még majdnem, hogy a kibontakoztatási fázisban van. Ugye van egy rendezvény, amit egy ideig tudsz iberelni, aztán én úgy gondolom, hogy eléri a csúcsát, és utána már nem tudsz rajta mit fejleszteni, vagy hát nem tudod tovább hova fejleszteni, mert azt mondod, hogy ebben ennyi volt, hát azt tudomásul kell venni, és ennyi a története. Tehát várható lesz ismét, és itt fel lehet hívni a veteránusokat, hogy készüljenek, vagy aki még nem jött el Viccára, az jöjjön el jövőre is, hát szeptemberben. Igen, mindenképpen tervezek, ugye hála a tévének, a helyi tévének, meg hát ugye az internetnek ugye mentek a megosztások, én kétszer is megosztottam ezt a rendezvényt. Hát ugye ennek ellenére sajnos volt olyan ember, akihez nem jutott, tehát tudjuk, mert már a Facebook az időnként dob be X anyagot, tehát pont nem juttatta el hozzá. Ennél többet tenni nem tudok. Ja, hát ugye nálunk könnyen terjed a hír, mert azt mondja egyik motoros a másiknak, te figyelj, Viccán lesz a rendezvény, hát menjünk el oda. Ja, tényleg én meg nem is láttam, tehát menjünk. Tehát ugye nálunk ilyen hírcsatorna szerűen ugye élőben is terjed a hír, hogy hol, mikor lesznek a találkozók. Köszönöm. Én is köszönöm.